Na, hello, szerbusztok tankosok! Most egy svéd prémium tankkal jövünk, ez az STRV M/42 kötőjel 57-es nevezetű tank. Azért érdekes, mert tártöltős, 6-os szintű, papírvékony, nagyon rossz felderítés, nagyon rossz mobilitással rendelkezik. Viszont én az ágyújával úgy, ahogy 6-os szinten, mint például ebben a csatában is, meg vagyok elégedve. Na szóval, így fogunk nekivágni a csatának. Megyünk is fölfele. Úgy látom, mi vagyunk a védekező fél, ugye szokásosan itt tudnak minket támadni minden irányból ezen a pályán. Úgyhogy nem megyünk túlságosan előre, de mégiscsak valamennyire meg kéne kínálni azt, aki majd jön szembe. Az a baj, hogy hárman vagyunk, közepesek, és kettő nashorn fog minket fedezni. Jó, a nashornok ugye könnyen felderítődnek, nagyon puhák, úgy mint mi, ezért minél messzebb kéne tartanunk az ellenfelet őtőlük, hogy jól le tudjanak védeni minket. A só az ott nekem nagyon úgy tűnik, hogy elő van, de ő tudja. A bevállalta, bevállalta. Már is megyünk föl erre a pozícióra ide. Az egyeset végig megnézzük. Mi a stájsz? Hála Istennek ugye a tankunk az elég jó. Olyan szempontból, mint minden svéd tank, hogy elég jó az ágyúsüllyedése. Így aztán ilyen terepen is csak a kupolánkat tudjuk kintartani. Ellenben a kupolánk annyira papírvékony, hogy gyakorlatilag még semmit nem tudunk vele kezdeni, de majd későbbi szinteken, ugye mint tudjuk, az emilek meg az ilyenek pont az ezekre a harcászatokra jók. Hoppá, ott van egy STRV. Nézzük, hát meg tudjuk kínálni valamivel. Nem. Úgy látszik, ebből a pozícióból nem fogok tudni rálátni. És a véket nem szabad itt hagynunk nagyon, mert a T-150-es az meg tudja enni. Reggelire. Vagy ebédre. Kinek hogy? Kinek mi tetszik? Na, kíváncsi leszek, ez az STRV hol fog följönni. Jó, viszont én úgy látom, hogy itt a T-150-es egyedül van, úgyhogy ezért mi ott megkínáljuk őt, megpróbálom lerohanni és négyet beleereszteni. Ugye nem túl nagy a sebzésünk, az alfa sebzés, úgyhogy nem hiszem, hogy egy rohamból le tudom őt zúzni. De jelzem is neki, hogy megyek, segítek neki. Jó, remélem még nem vett észre. Aha, nem értem, miért csak ennyit látok a tankjából. Jó, megvan. Töltünk a táron, zúzunk előre. Egyszer érünk bele, barátom, menjünk. Uff, ott is van, én látom. Onnan durrant el az arti. Aha, már iszkol is. Az van, hogy remélem nem látott még meg. Árahadék. Aha, ott van egy helyeket. Bent valahol. Jó, üsd már ki, more a helketet, helketet lőni, jó? Léci. Ó, fenébe, töltök, nem kellett volna. Engedd, hogy megkerüljem? Ne húzd magadra? Jó, szép. Szép haver.
Aha, viszont ezek itt fentről fognak majd minket. Jó, megpróbáltuk, mindegy, küldtünk a nagyba. Aha, ez meg hátulról szedett ki minket, a SU-100Y megkerült minket, hát ott a VK-t, azt a barátot meg fogja kenni, mindegy, bepróbáltuk, ez kész, ennyi, megpróbáltuk. Na, 40 TP kilőve. Na, gyorsan megkeressük a VK-t, hol a haver, hol a haver, itt van fenn a haver, 2-10 között van, ugye, amit látjuk. Az ott eldurrantotta magát a SU-100-as. Kerülned kéne. Ajjaj, ez ennyi volt. Az ott rosszul jött ki az a kanyar. Na mindegy, nézzük tovább. P43, bis. Készülj fel, barát. Jó, úgy látom, szépen megették azt a hegyet. Nézzétek meg, a T-34-esek már is iszkolnak lefele. Nagyon jók. Tipikus motorhangjuk, tök jó adja át a játék, nekem nagyon tetszik. Itt is T-34-es. Nashornok, ugye a német fantasztikus páncélvadászok, iszonyat jó a csövük, nagyon jól tudnak vele sebzést kiosztani. Na, nézzük, P-43 is az, ami nekünk érdekes, mert ő fogja valószínűleg először meglátni az enemit. Boom! Ugye a köcsök, melyik kilőtt minket, ott van már is felszpatolódva. És a Cromwell szalad rá, hát ez a kevés lesz. Na nézzük, még ezerre több HP bennünk van. A Hummel. Én azért itt még vigyáznék a suval. De hát eddig se tettük meg a vigyázást, ugye? Egyszer érünk, menjünk! És ott is van a SU. Nézd, visszafordul, nagyon jó helyzetbe hozza a P-43-at. Ha kibírja használni, persze. Osztó. Hát az eldurrantotta. Aha, lehet, hogy itt megeszik ezeket a kicsiket. Íj, ne lőj rá. Menj rá. Aha. Ezt nem fogod túlélni, haver. Még jön ez SU-100-as még egyszer. Úgyis van. Na nézzünk, van még nekünk SU-100-asunk. Szép. Nagyon szép. Ennyi. Meg egy bombi. Na nézzük, vajon a két Nashorn elbánik-e ezzel az egy kis Shermannel? Mit fogunk látni? Ez a Nashorn, ez... itt nem tudom, mit érez, de... ha még 2 percig kibírja ő húzni, akkor minden rendben lesz. Igen, mert jó lett volna, hogyha együtt maradnak. Mert gondolom, hogy a másiknak nincs akkora látótávolsága, hogyha itt fölvillant középen valakit a másik a kollega, akkor ő azt meglátja. De ki tudja, mindjárt kiderülhet. Na nézzük, itt senki. Ez hátulról akarja majd levadászni? Ha. 12%, ez meg 78%, hop. Na, kit látunk, hol? Na! Ezt nem gondoltam volna, hogy így visszafordul és erről jön. Én is a másik kollega szemszögéből mentem volna tovább.
Na, akkor én úgy gondolom, hogy ezt már nyertük. Nem tud egyszerre kilőni kettőt. Bár mondjuk még elintézheti a dolgot, de egyre kevesebb ideje van rá. És jó, GG, kollégák lehozták. Nagyon jó, mondjuk ötöt kilőtt a sörmenes úriember. Szépen csinálta, na, el kell ismerni neki. És itt van a győzelem úgy néz ki, puf puf puf, ezek most nem érdekesek. Aha, csapatpontokba legalább nem az utolsók között kullogunk, mint a töklámpás küldetésekbe, ugye? De már tetszik, plusz 20 ezer a kredit, ugye nyilván, mert prémium tankkal mentünk, de hát ez van, édes Istenem. Na, viszont én köszönöm, hogy itt voltatok velem, és még találkozunk. Addig is mindenkinek jó játékot, és cső-cső!